Vilniusban landolt a Ryanair ír légitársaság Görögországból Litvániába tartó járat, miután leszállásra kényszerítették a belarusz hatóságok és órákat vesztegelt Minszkben. Az érkező utasok elmondták, nem kaptak tájékoztatást a nem tervezett leszállás okáról. A belarusz légirányítás bombariadó ürügyén kényszerítette földre a gépet, ahol őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó, számüzetésbe kényszerült ellenzéki aktivistát, bloggert, Román Protasevicset. Először azt hiszem kiszedték a srácot, az újságírót a gépből, majd elkezdték leszállítani az utasokat, idézi fel egyikük. Egy másik szerint Román nem szólt egy szót sem, majd az utasokhoz fordult és annyit mondott, halálbüntetéssel sújtanak. A Next a Telegram csatorna volt főszerkesztőjét hazájában terrorizmussal vádolják, amiért tudósította a Lukasenko elnök elleni tömegmegmozdulásokról. A litván elnök az incidenst államilag támogatott terrorcselekménynek minősítette. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet nagyon alapos vizsgálatára van szükség annak kiderítésére, miként valósul meg az állami terrorizmus fényes nappal. A belarusz hadsereg parancsnok azt közölte, miután bombariadó érkezett az utasszállítóról, egy vadászgép biztonságosan lekísérte légterükben a Ryanair gépet, de robbanószert nem találtak. A gépeltérítés világméretű felháborodást váltott ki. Protasevics beszámolt a tavaly augusztusi Lukasenka által minden bizonnyal elcsalt elnökválasztás követő tüntetésekről és a tömegmozgalommal szembeni brutális rendőri agresszióról.